Remélem, nagyon jól érzitek magatokat ma reggel is, gyönyörű időnk van, és folytatni szeretném a tegnapi megkezdett témát, amikor emlékeztek talán a szerelem hormonális dolgairól beszélgettünk, arról a bizonyos kábítószeres állapotról, hogyan kezeljük ezt, miért jó ez nekünk, hogyan tegyük ehhez hozzá mindazokat, akik mi vagyunk, és ki is az a, akik mi vagyunk kapcsolataink és Istennel való kapcsolatunk tükrében az önismeretről. És majd kicsit áttérünk önmagunkról a mi magunkra, vagyis a kapcsolatra és arra a bizonyos másik szereplőre. Azt szokták mondani, hogy kapcsolatokban sérülünk, és kapcsolatokban gyógyulunk. Tényleg a legnagyobb sérüléseinket, gyerekkori sérüléseinket a családunkból hozzuk. Azoktól, akik szerettek bennünket, és lehet, hogy próbálták a legjobbat tenni, csak éppen annyi volt az ő legjobbjuk, amit teljesíteni tudtak. Ami nagyon fontos, hogy sokat beszéltünk már arról, hogy van a dolgoknak egy oldala, amire van ráhatásunk sokkal jobban, meg van egy olyan oldala a történéseknek, amire nincs annyira ráhatásunk. Ez már sokszor elhangzott itt, Single Cross-on. Mégis úgy érzem, hogy nagyon sokat töltünk ott azon az oldalon, a zakatolva, amire nincs ráhatásunk. És talán többet kellene foglalkoznunk azzal, amire van ráhatásunk. Az egyik ilyen dolog például itt a kapcsolatainkban, hogy a másik fejére csak nagyon korlátozott ráhatásunk van. Ezt ki kell mondanunk, és el kell ismernünk. Mégis azt érzem, hogy sokszor egy kapcsolatban már a legelején is a másik fején akarunk megszerelni mindent. Ha ő egy kicsit ilyenebb lenne, abban meg olyanabb, ha... Két dolog a gond vele, ha egy kicsit időnként jobban, meg ha egy időnként kicsit kevésbé. De viszont az a jó hírem, van itt egy másik fej is, amikor két fej összedugja a fejét, amire sokkal nagyobb ráhatásunk van, és ez a sajátunk, és ezt ma egy összefüggésében szeretném, ha megvizsgálnánk. Gyökösi Endre, a hazai lelki gondozás atya azt írta, a saját egészséges önbecsülésünkről és mások megbecsüléséről szólva. Nos, egészséges önbecsülés nélkül nem becsülhetjük a másik embert sem. Aki pedig megveti magát, az a másik embert is hajlandó lenézni. Sőt, úgy gyűlöli fele barátját, mint önmagát. Ugye ez, mint hogyha a szerest fele barátodat, mint önmagadat dolog kifordítottja lenne. Kellő önismeret nélkül senki sem ismerheti meg a másik embert. Ezért mantrázok olyan sokat azt az önismeretet, mert ha önmagammal nem vagyok rendben, nem nagyon tudok mással sem rendben lenni. Ez így működik, hogy a magam egészséges önmagát kell behoznom ahhoz, hogy egy egészséges kapcsolat létrejöhessen. Mi is ez az önbecsülés? Nehéz, egyfelől nagyon egyszerűen meg lehet határozni. Önbecsülésnek én azt tartom, amikor alapvetően okéban vagyok önmagammal. Úgy látom magamat, mint Isten megváltott gyermekét. Ha őnek értékes vagyok, valószínű, okés vagyok, értékes vagyok, de még nehezen mondjuk ki ezt is. Vagy ilyen, Értékes vagyok. Szóval, értitek, nehéz ezt egészségesen helyre tenni, pedig olyan egyszerű, ugye, hogy tegnap olvastuk a David Bennertől, hogy egy tulipán tudja önmagáról, hogy tulipán. Az nem vakargatja a szirmait, hogy is kéne igazán tulipánnak lenni. Virágzik, elhervad, elszorja a magvait, jövő nyáron ki kell. Tudja a helyét a teremtett világban. Mi agyaljuk ezt néha túl, és túl, miután az ember nagyon csodálatos és komplex lény, sok hiba felülettel is rendelkezik, és ugye az örökölt tökéletlenségünk erre rásegít.
És lehet, hogy most te is úgy ülsz itt, hogy olyan háttérből, olyan múltból jöttél, ahol nagyon sok gyermekkori sebet szedtél össze, és ez rongálja, vagy nehezíti a későbbi kapcsolódásaidat, a kötődési mintáidat hozod magaddal, mert tényleg hozunk a családból egy, ahogy mi szoktunk konfliktust rendezni, ahogy mi szoktunk veszekedni, ahogy mi kifejezzük az örömünket, ahogy mi kifejezzük, vagy ahogy mi nem fejezzük ki az érzéseinket, mert arról nem beszélünk, szóval ezeket otthonról hozzuk. Mit lehet ezzel az egésszel kezdeni? Ugye az önbecsülésről beszéltünk tegnap, hogy ha úgy látjuk magunkat, ahogy Isten lát bennünket, és ez lenne az életben az egyik legcsodálatosabb ajándékunk, ha el tudunk erre jutni, hogy önmagunkat és egymást úgy látnánk, ahogy Isten lát bennünket. Őt is, meg én. Szerintem egy új csillagkapu, vagy ilyen dimenzió nyílna meg előttünk. Egész másként látnánk a világot és egymást. De visszatérve erre a sérülésekre, mit lehet ezzel kezdeni? Elmondom, hogy mit nem. Nem lehet az idő kerekét visszafordítani. Kevés dolgot tudok biztosan állítani, ezt biztosan tudom. Nem tudjuk visszaforgatni az időt. De mind a múltra, mind a múltból született jelenre tudunk egy másik szemüveggel nézni. És talán ez lehet a megoldás. Lehet, hogy felnőttként felismerjük, hogy mit csináltak a szüleink rosszul. Mit lehet ezzel kezdeni? Lehet, hogy fájdalmas beszélgetések keletkezhetnek, amiből aztán valami jó, új szülő-gyermek kapcsolat születhet. Az is lehet, hogy ez nem fog sikerülni, mert elzárkóznak előle. Az is lehet, hogy más véleményük lesz. Egy biztos, hogy minden kapcsolatunkra igaz, amit azt hiszem Erik Bern mondott a kapcsolatokkal kapcsán, hogy beszéljetek nagyon sokat és nagyon őszintén. Ez fájdalmas tud lenni, amikor felszakítunk egy sebet, de azt hiszem, hogy sebeinket túl sok ilyen raktapasszal fedjük le, néha egyszerűbb lenne 10-20-30 év után kitisztítani azokat. Mert amikor már a dínós matricára rátettük az elefántost, arra még egy kis autóst egész gyerekkorunk óta ezt csináljuk, lehet, hogy csak elfedjük. Aztán lehet új szemmel nézni rá úgy is, hogy ha korábban valóban rosszul teljesítő, vagy éppen mérgező szüleinkre, nem csupán egy dühvel tekintünk, hanem azt feldolgoztuk, és nem kell úgy csinálni, mintha az nem lett volna rossz, vagy nem úgy történik. Én nem szeretem azt sem, amikor így keresztény maszatolást kezdünk el, hogy ó, Krisztusban minden elfelejtődik, minden újjá kezdődik. Igen, újjá kezdődik. Egyébként azt ígérte, hogy hello, ha valaki utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét, és minden nap kövessen engem. Úgy tűnik, hogy ő se pingpongütőt, vagy nem tudom mit ígért, hanem keresztet, de hogy tényleg, de van út, ahol el lehet indulni vele. És lehet, hogy eljutunk egy olyan pontra, ahol már nem vádoljuk olyan dűvel, és ez napról napra javul, és egy szombat reggel arra ébredünk, hogy valamit megértünk abból, hogy nekik is volt egy történetük. Hogy nagyon valószínű, hogy ők is egy szeretet éhes kisbabaként születtek meg. Tehát nem úgy kerültek a bölcsőbe, hogy na most ide beteszünk a bölcsőbe egy későbbi mérgező szülőt. Ők is egy szeretetre éhező csecsemőként születtek meg, egy rászoruló kisgyermekként, akik a két legnagyobb dolgot várták el, hogy figyeljenek rájuk és szeressék őket. De valamiért nem kapták meg. És ezt tegnap is mondtam, ma is mondom, holnap is fogom mondani a fejetekben, hogy amit nincs, azt nem tudod továbbadni.
ők is így sérültek, és ezt adták tovább, és lehet, hogy valami rossz eszközzel próbáltak meg kompenzálni. De mi itt vagyunk most abban a helyzetben, hogy van rálátásunk egy folyamatban, mert ugye állandó önreflexióban élünk, ahogy tegnap beszéltük, és igyekszünk mélyebben megérteni múltunk és jelenünk történését, hogy jobban lássuk magunkat. És azért akarom jobban látni magam, hogy fejlődhessek. És képesek vagyunk megszakítani ezt a családi láncolatot. Lehet, hogy, vagyis biztos, hogy a könyv eddigi részét már megírták. Nem nagyon lehet egy könyvet levenni a polcról és átírni. Próbáld meg egyszer. Nem lehet. Viszont a folytatását meg lehet írni. És mindig az, valahogy ilyen csőlátásban csak azt a könyvet látjuk, ami már elmúlt, amit megírtak. Pedig annak Istennel együtt járva mi írjuk a folytatását. Szoktál így gondolni magadra? Mint életed könyvének befolyásolójaként? Isten segítségével egy egész más folytatást írhatunk saját életünkre. És ami még jobb hírünk, hogy esetleg ha lesznek gyerekeink, akkor egy egészen más minőségű mintát és történetet garantálhatunk nekik. De lehet, hogy nem lesz már gyermekünk, de akkor is, hogyha elvégezzük ezt a munkát magunkban, akkor a körülöttünk levő fiataloknak válhatunk áldására. Én például már ezt a kort érem. És ez is nagyon jó. Bele tudok segíteni körülöttem levő fiatalok életébe, úgyhogy nem is én vagyok az apukájuk. Na jó, egy kicsit időnként. Vagy már nagypapájuk, nem tudom. Lassan ez következik. De hogy tudunk fordítani, és ez áldás lesz a mi életünkre, és ezáltal mi áldás leszünk abban a kis 3 méteres sugarú körben, ahol éppen járok, kelek. Látjátok így magatokat? Mert én így látom magamat, és titeket is. És szoktak én nagy embereket idézni, most nem akarom Marx és Engels idézni megint, hogy csak láncainkat veszíthetjük, proletárok. Inkább Szofoklészt idézem, aki azt mondja, hogy az vagyok, aki vagyok. Úgy sem lehetek más, mit féljek, hát fölfedezni, ki vagyok. És azzal lehetek más, ha jobban megértem magamat, ha fölfedezem, aki vagyok. Tegnap említettem, hogy mennyire fontos ez a munkánk jobban megérteni magunkat. Ugye úgy beszéltük, hogy kívülről rálátok magamra, még egy vita hevében is, az a legnehezebb. Rálátok magamra, és rálátok a másikra is, és még arra is rálátok, hogy ő hogyan lát engem abban a helyzetben. Na, ez nehéz. Ez kihívás. És megint oda lyukadunk ki, hogy ennek a képessége a korai csecsemő anya kapcsolatban alakul ki, illetve a későbbi, de kisgyermekkorban alakul ki, vagy torzul. Mert hogyha engem csecsemőként kellő alkalommal fölvettek, amikor sírtam, nem hagytam, hogy majd abba hagyja, én hallok ilyen történeteket, hogy csecsemőket külön szobára szoktatnak a legelején. És igen, milyen aranyos, egy hét múlva megtanulta, már nem sír, vagy 2 hét múlva. Ja, mit tanult meg? Lehet, hogy azt tanulta meg, hogy nem érdemes az érzéseket kinyilvántani. Úgysem kapcsolódnak hozzám. Most minek kínozzam magamat? Úgy se jön, úgy se vesz fel, úgy sem dajkál meg. Szóval rendkívül érzékeny a csecsemő, és ebből, ahogyan az édesanyja hozzááll, ebből alakul ki a későbbi érzelmi intelligenciája, ahogy önmagával tud bánni, és ahogy másokkal is tud bánni, amilyen eredményesek és jól olajozottan működőek a kapcsolatai.
az empátia és ezek a mélyebb képességeink. Vagy nem alakul ki. Vagy rossz torz formákkal át meg átszőve alakul. És azt kell látnunk, hogy amikor két ember összetalálkozik, és azt mondja, hogy na, ismerkedjünk, vagy nem mondja, csak elkezd, akkor tulajdonképpen két megírt könyv kerül le a polcról. Két történet találkozik. És mind a kettőben másik sztori van, másik apával, másik anyával, hirtelen hatal lesznek ott abban a kapcsolatban. Igen. Át meg átszövi mindez, hogy gyerekkorban mennyire öleltek, mennyire szerettek, hogyan dajkáltak. Ezért helyez a mai pedagógia olyan nagy hangsúlyt a kötődő nevelésre, hogy a gyermekhez kötődjön az anya, és a gyermek kötődjön az anyához. Mert szomorú, de ott dől el nagyon sok minden 20 évvel későbbi dolog, sikere vagy kudarca. Szóval, hogy két különböző történet, gyakran nagyon eltérő történet, és az úgy kezdődik, hogy meg akarjuk ismerni a másikat. És ez szerintem nagyon klassz dolog. De őszintén megmondom, hogy néha azt tapasztalom, hogy ez a meg akarom ismerni a másikat, ez valójában azt jelenti, hogy meg akarom ismerni, hogy mennyire tudom ráhúzni arra a képre, amit én a jövendőbelimről már megrajzoltam. És ez két nagyon különböző dolog. Meg akarom ismerni. És ez a mai előadás ebben a Légy bátor sorozatban úgy illik bele, hogy légy bátor, és tegnap azt mondtam, hogy légy önmagad, ma azt mondom, hogy légy bátor, engedd, hogy ő is önmaga legyen. Mert azt már nagyon sok embertől hallottam, társkereső fázisban is, hogy én úgy várok Istenre, hogy kit hoz, kit ad nekem, de azt még senkitől sem hallottam, hogy semmit nem képzelek el. Teljesen nyitott vagyok. Várom, hogy Isten meglepjen. Nem hallottam még őszintén egyszer sem. Hanem, hogy olyan is gyakorlatilag teljesen megrajzolják azt a képet. És akkor ez olyan, mint egy ilyen lyuk, amin átpróbáljuk préselni a másokat, hogy kivágunk egy ilyen emberformájú lyukat a deszkán vagy a falon, és hát nem fér át, mert szélesebb, mert magasabb, mert nem olyan, mert nem úgy. Mi lenne, ha csak egy nagy lyukat vágnánk? És ezzel nem azt mondom, hogy dobj el minden cölöpödet, ismertek jól. Legyenek a házadnak cölöpei. Legyen néhány szilárd tartószlop a házad alatt. De ne vedd körül magad cölöperdővel, kihegyezett cölöpökkel, mert az már cölöpvár, aminek az volt a funkció, hogy bevehetetlen legyen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azt a kialakítandó mi identitást sokkal-sokkal nehezítjük, hogyha abba behozunk egy harmadik szemét, hogy van ő, meg én, meg az az elképzelt. Hirtelen hárman vagyunk a kapcsolatban a kettő helyett. És nem azt mondta Isten, hogy hárman lesznek egy testi, hanem ketten. És ez nagyon gyakori. Hogy mitől van ez, vagy hogyan kezeljük? Beszéljünk erről is. Mintha attól rettegnénk, hogyha átadjuk szabadon önmagunkat egy ilyen mi képződménynek, vagy beengedjük a másikat is úgy, ahogy van, jöjj úgy, ahogy vagy alapon, akkor valami stabilitást elveszítünk. Valami, szóval, hogy a kormányt kiveszik a kezünkből. Az egész életünk arról szól, hogy mindent igyekszünk kiszámíthatónak, biztonságosnak, stabilnak,
És egy, nézzünk szembe ezzel őszintén, hogy egy kor után meg különlegesen úgy vagyunk, hogy van már egy jó kis működő életem, egy lakásom, egy, hát azért már ne jöjjön be ide akárki sáros bakancsal. És most ez a sáros bakancs az egy jelképes fogalom. Tehát ne, ide jön, és majd összetapossa a virágágyásaimat, amit én már olyan szépen évek óta alakítgat. Mintha azt gondolnánk valami olyasmi, hogy majd jön, és elveszítjük a kontrollt, és akkor majd a kezünk valamilyen kontrollálhata, vagy a lábunk valami mozgásba kezd. Van egy ilyen állandó kontrollmániánk, mintha félnénk átadni magunkat egy kapcsolatnak. Valamit ebből el kell engednünk, mert ott van egy tér, amit ha ez a félelem tölt ki, akkor oda nem tud bejönni a másik, nem tud bejönni a kapcsolat. Nagyon érdekes, hogy hogy beszéljünk először arról, hogy oké, beengedem, meg nyitott vagyok, na de azért mégis. Olyan legyen, mint én, vagy különböző legyen, mint én. És erről mindig folyik a vit, hogy különbözőségek vonzzák egymást. Hasonló a hasonlóhoz házasodik, mondja a paraszti logika, föld a földhöz, meg nem tudom, miket szoktak mondani. De akkor most különböző legyen, vagy hasonló? Én azt gondolom, hogy a Szentírás nagyon józanul azt mondja, hogy kiegészítő társa. És a kiegészítő társ, az pont attól egészít ki engem, hogy nem hasonló. Mert ha pont olyan, akkor értitek, mintha két formának azt ugyanolyan felét tenném össze, és azok összeütköznek, nem illeszkednek össze. Mint hogyha két anya csavart próbálnék egymásba csavarni. Szóval, de azért legyen kompatibilis, legyen hasonló, de legyen különböző, hogy kiegészítő legyen. És itt megint beszélünk arra, hogy először a hasonlóságokat keressük. Mert annyira jó, hogy itt te is, jaj, de jó, de cuki, én is. Ez egy olyan jó érzés, nem? Hát igen, ő a lelki társam lehet, mert ő is, meg én is. Ez sem olyan egyszerű, mert ha nagyon sok a hasonlóság, akkor lehet, hogy éppen egy hiánybetegségemet próbálom meg a kapcsolattal gyógyítgatni, amire gyógyszereket szoktak fejlődni, nem kapcsolatot, a vitaminakat. És az is lehet, hogy azért keresem azt az ideált, azt a megrajzolt figurát, mert egy kötődési bizonytalansággal rendelkezem. És ma erről fogunk még többet beszélni. Számos kutatás igazolta, hogy valójában a tőlünk különböző emberek társaságában fejlődünk legjobban. Ugyanakkor a világ, a közösségi média, meg a visszhangkamrák, a zárt buborékok felé halad, tipikusan Facebook csoportok, oda összejönnek ez gyűlölők, a szeretők, és ott az emberek ugyanazt hallják egymástól, azért hívják visszhangkamrának ezt, és ők is egyre hangosabban ugyanazt mondják, és egyre inkább radikalizálódnak abban. Ami miatt állítólag csak úgy odajöttek, hogy szélesítsék látókörüket, valójában egyre inkább csőlátásba kerülnek. De nekem az jut eszembe, hogy Jézus direkt választott a csapatába 12 nagyon különböző figurát. 12 nagyon különböző embert választott az egyház oszlopainak. És az egész teremtésben ezt látom, hogy ő direkt akarja, hogy legyenek magas, vékonyak, legyenek ilyen micimackós,
tömzsiek, nagyorúak, nagyfülek, kis szőke, barna, ilyen, olyan. A változatosságot szereti a teremtésben is. Ránézek a mező virágaira, az a gyönyörű benne, hogy szinte nem találok két egyformát. Szoktatok így magatokra nézni, hogy Isten egyik ilyen mezei virága vagyok? Vagy állandóan méricskéljük magunkat, ugye, állandóan. És egyre magasabb a léc, ezek a sztárok egyre jobban néznek ki, agyon operálva meg, meg retusálva, meg photoshoppa. Engedjük azt el, és higgyük el, hogyha Istennek szép ez a diverzitás, ez a különbözőség és fontos számára, mert a genetika csodáját is úgy alkotta meg, hogy direkt beleépítetted az elejére egy dobókockát, egy véletlen generátort, hogy nehogy a szüleink klónja legyünk csupán, hanem valami más. Így mindannyian egyszeriek, különlegesek, megismételhetetlenek vagytok. De ha én ezeket a különbözőségeket mindig csak negatívumként látom, akkor elűzöm a kiegészítő társamat is. Ez a rossz hírem. És én magam leszek a főmestere annak, hogy a párkapcsolatom mindig elálljon, és egy fázisban elhaljon. És ezzel nehéz így szembenézni. Mert mit csinál a lélek? Mindjárt felmentegeti magát, kihelyezi a felelőst, exportáljuk a felelősséget, outsourcingoljuk a felelősséget. Azt a legkönnyebb, ugye? Ádám is az első pillanatban ott volt, ketten voltak mellette, Isten meg Éva, és milyen? Te? Vagy nem, az asszony, akit te adtál mellém. Kész. A harmadik figuráról nem is beszélt, egy soha többet a történetben. Így működünk. Pedig a csecsemőkori fejlődésre visszatérve, ott is, ha megnézitek, ekkora szemekkel nézi az a karbantart, édesanyja karjában ringatott csecsemő, így nézi az anyukát, minden rezzenését, minden, mert abban a reflektív kapcsolatban fejlődik, abban, hogy nézi, hogy milyen a másik. Nem tükörben nézegetik magukat a csecsemők, hanem az édesanyjukat nézegetik, a másikat. És hogyha ezzel a nyitottsággal, ezzel az ártatlan szemmel tudunk egy jövendőbelire tekinteni, hogy izgalmas, érdekel, meg akarom ismerni. Nem. Eleget játszottam már, hogy présformába próbáltam őket bepasszírozni. Nem működött. Mostantól csak így csodálom az embert. Egyébként a házasságban is ez az egyik legnagyobb titok, hogy megmaradjon ez az érdeklődés. 10 év, 20 év, 30 év után is. Hogy még érdekel a másik. Még mindig fel akarom fedezni új apró kis vonásait, vagy éppen a változásait. És ebből a reflektív figyelésből lesz az egészség és önismeret, a fejlődésem és a másik megismerése, anélkül, hogy el akarnám őt nyomni, vagy át akarnám formálni. Ugye mindig mondjuk, Isten a nagy fazekas, nem te. Majd az ő kezében gyúródik form. És persze, hogy fejlődünk egymás mellett, de azért nem. Fogadd el, hogy nem a fejlesztő trénere, vagy kiképző tisztje vagy a társadnak. Néha belecsúszunk ebben. Hát egész jó anyag, hát egész jó társat lehet. Hát ott, de majd. Nem fog működni. Vagy eldöntöd, hogy elfogadom így, ahogy van, és persze nem akarom, hogy úgy is maradjon. Meg még nem is tudom, hogy milyen igazából. De ha túl korán elkezdem formálni, gyúrni, túl korán eldobom, hogy nem olyan, mint az a megfestett, fejemben megrajzolt ideál, akkor azt fogod észrevenni, hogy a kapcsolataid egy darabig fejlődnek, és mindig ugyanaz lesz a vége. És lehet, hogy a te kötődési mintáddal van a probléma. És egy picit tekintsünk vissza ennek megint a
csecsemőkori vagy gyermekkori fejlődés, nem azért, mert ez a kattanásom, de nagyon izgalmas tényleg, hogy felismerjük azt, hogy ma miért működünk úgy, ahogy, de nem azért, hogy a szüleinket tovább kritizáljuk, hanem azért, hogy azon picit változtassunk, próbáljuk meg, hogy fejlődjünk. Alapvetően azt mondják, hogy van, aki biztonságosan tud kötődni. A kevés szerencsések integritása rendben van, én oké vagyok, te oké vagy, alapon tud az emberekhez viszonyulni. Nehéz megsérteni, nem vesz mindent azonnal magára, nem omlik össze egy egyszerű kritikus visszajelzést hallva, tudja, hogy hol vannak az ő határai, hol van a másik határai, tudja, hogy mit terhelhet rá egy kapcsolatra, és mit nem. Ők a szerencsés kisebbség. Aztán sokan küzdünk a bizonytalan kötődéssel. Annak is több fajtája van, alapvetően sokféle ilyen iskola van, három van, és abból igazából kettő a leggyakoribb. Ez a szorongó, ambivalens kötődési minta az egyik. Egyik a bizonytalan kötődésnek, vagy bizonytalan ambivalensnek is mondják, de a szorongó nekem jobban tetszik. És vizsgáljuk meg, hogy ez hogy alakul ki, és kik vagyunk, amikor ez a kötődési mintánk. A szorongó, ambivalens kötődésű gyermek egész életében egy bizonytalan légkört érzett maga körül. Anyukája néha ott volt, elérhető volt, beszélt hozzá, foglalkozott vele, néha meg eltűnt, mert sokat kellett dolgoznia, mert egyéb gondja volt, mert ő maga is bizonytalan volt, és addig bírta, és utána el kellett menni, cigizett, kikapcsolódott a gyereknevelésből, mert éppen megőrült, úgy érzesz, hogy megőrül. Vagy depressziós lett a csecsemő születése után, és így tovább. Tehát azt érezte, hogy egyszer elérhető, máskor elutasító az anyja számára. Egyszer fölvett, egyszer meghagyott sírni. És ez egy ilyen, olyan bizonytalanság, mint amikor egy kisgyereknek olyan függő hídon kell átmenni, biztos emlékeztek az Indiana Jonesból, meg a izé, tudjátok, hogy két kis nyomorult kötél ott oldalt, ilyen kis deszkák, és azon kell állandóan, és ide billen, oda billen. Szóval a gyermeknek a stabilitásra, az állandó feltétel nélkül elfogadásra és szeretetre lenne szüksége még. Ehelyett ezt a bizonytalanságot örökli. És a kapcsolatukban is ezek a bizonytalan, szorongó, ambivalens kötődők egyszer nagyon szeretnek, aztán visszalépnek, aztán olyan hirtelen, mintha ott se lennének. Talán már az elején is úgy van, hogy egyszer nagyon heves, aztán meg alig köszön, meg... Szóval ez a két véglet váltogatja egymást, és hogy milyen érdekes, hogy tud ez a csecsemőkori dolog megjelenni 30 év után is. Gyakran használnak olyan fordulatokat, hogy ha szeretsz, kitalálod, hogy mit szeretnék. Milyen gyakran alkalmaz? Ne kell mindig mondani. Ha szeret, kitalálja. És lehet, hogy e mögött az van, hogy nem volt ott anya, hogy ő kitalálja, hogy miért sírok. És most akarom 30 év múlva egy más valakitől megkapni azt az érzést, ami ott a bölcsőben hiányzott. Őrület, nem? Aztán a csendelverés és sértődés is nagyon gyakori eszközük, hogy a társban bűntudatot szüljön, hogy elhanyagoltál. Most éppen nem törődtél el. Vagy ami még mindig szokott, ez a hová menjünk, nem tudom, amit te szeretnél, te döntsd el. Ez is gyakori, ugye? És annyira jók vagyunk ebben, hogy én olyankor még alázatos is vagyok. Lemondok magamról. Pedig ez valójában egy ilyen passzív-agresszív játék,
hogy a felelősséget is áttegyem rá. Mert majd elvisz abba az étterembe, amit kiválasztott, és én el tudom mondani, nem az igazi. Nem figyeltél elég jó rám, nem találtad ki. Hát igen, odaadtam, de most számon kérem a döntést. Könnyebb a hibákat elmesélni, mint az eszközöket, hogy hogyan tudunk ezen javítani. Ja, és még itt nagyon gyakori, hogy a másik verzió, hogy ez a, ugye túlzottan ragaszkodnak a partnerükhöz, mint egy kismajom, meg aztán ezt a játékot játszák. És ha felfedezed magadban, hogy ilyen vagy, semmi baj nincs vele. Egyébként a legtöbben valamilyen kötődési sérüléssel élünk. Tehát nagyon kevés az a nagyon oké és nagyon rendbe levő. Ha gondoljátok, hogy hány család volt tökéletes a mi generációnkban is, vagy bármelyikben. De mit lehet tenni ilyenkor? Először is ugye ez az önreflex, hogy felismerem, hogy én ilyen vagyok. Ha magamra ismertem, hogy ezeket a fordulatokat szoktam használni, akkor azt mondom, hogy most elegem van abból, hogy újra játszom a játszmáimban ezt a másikkal, hogy fülön csíphessem, hogy megint nem jól találta ki, hogy mit is szeretnék, mert ez egy hülye játék, és már én is unom. És ne, most már elegem van, hogy ezzel a társamat terheljem, most én ezen változtatni akarok. Felismertem, és végre nem őt csípem fülön, hanem magamat, hogy én most itt egy játszmát játszok, és akarok ebben fejlődni. És rájövök, hogy a gyógyír az lehet, hogy nem a másiktól várom el, hogy kitalálja, kimondja, hol vannak az én határaim, vágyaim, kereteim, hanem megtanulom kimondani. Három varázslatos szó, azt szeretném, hogy. És mennyivel alázatosabb, hogy én most szívesen ide mennék, de egyébként, ha a kedvenc helyedre szeretnél menni, az is okés nekem. Ugye mennyivel egészségesebb? Na ez az igazi alázat. Hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Nem akarom a mérleghintát magamra se dönteni, meg ő rá sem, hanem ezt a finom egyensúlyt, amit akartok, hogy az emberek tegyetek veletek ti is, azt tegyétek, vagy úgy bánjatok másokkal. Isten ezt az egészséges egyensúlyt kéri, várja, szeretné. Aztán ezt az állandó biztonságérzet hiányt, amiből ez az ambivalens, ingoványos, dönteni képtelen határokat állítani, másikra kiterhelő, minden felelősséget átpasszoló dolgot, szerintem azt tudja még felülírni, ha felismerjük, hogy az az áhított biztonság, amit állandóan a társunktól adja meg a biztonságot, meg a házasságom vagy a kapcsolatom adja meg a biztonságot, a vágyott biztonságot. Tudjátok, milyen gyakran hallom ezt? Azért mondom most ennyiszer. Állandóan. De lehet, hogy rossz helyen keresed. Rossz helyre számlázod ki. Rossz helyre terheled rá, és attól roppan meg a kapcsolatot, hogy egy ekkora elviselhetetlen, megoldhatatlan, elhordozhatatlan terhet teszel rá. A te valódi biztonságod Istennél van, nem a házastársadnál. És ott tudod visszakapni azt is, ami talán hiányzik onnan, a bölcsőből, meg a ritkán megélt anyai karból. Az én biztonságom Istentől van. Az én identitásomnak ez a, itt áll mögöttem. Ő tartja a gerincemet. Én így képzelem el, mint egy ilyen páncél vagy. Tudjátok, vagy ezek a ilyen tartásjavító mellény. Na, az a hitem, az ez a... Mert számíthatok emberekre is, félre ne értsetek, nagyszerű barátaim vannak.
Van 5 olyan név a telefonszámomban, akit hajnali 2-kor, ha az erdőben lerobban a kocsim, fel tudok hívni. Ez is egy biztonság. De ő egyfelől nem hívom fel őket hajnali 2-kor, másfelől meg értitek, tehát az egész életem biztonságát nem terhelem rájuk, mert tudjátok, mi lenne? Megtörni a barátságunkat. Sokszor ez a megtört kapcsolatok, hogy túl korán és túl nagy terheket teszünk rá. Aztán a másik leggyakoribb kötődési bizonytalanság a szorongó elkerülő kötődés. Az elkerülő kötődőknek gyerekkorban gyakran egy definit ridegtartásban volt részük. Apa nem volt, vagy ha volt, újságot olvasott, édesanyja nem fejezte ki az érzelmeit, nem törődött a gyermekével, nem érkezett számára megnyugvás és megkönnyebbülés, hogy ugye amíg az előzőnél hol volt anya, hol nem volt, itt sose volt. Tehát ez a, vagy ha ott is volt egy rideg, szabályokat követelő anya, miközben az anya feladata, ahogy mantrázom itt mindig, az a feltétel nélküli elfogadó szeretet kellene, hogy legyen. Ugye ők ebben erősebbek, ők Istennek ezt az arcát tudják megmutatni. Az apa pedig a kihívásokat állító, a törvényeket, a szabályokat megismertető. Szóval egyébként a gyermeknevelésben is ez a két legfontosabb, meg a felnőtt nevelésben, önmagunk nevelésében is, hogy legyen meg ez a támogató, abszolút itt van, támogat a szülő, meg legyen az is, hogy követelményeket is állít a koromra, vagy kihívásokat, inkább így mondom. Mert abban fejlődünk. De ez a kettő egyik. Itt csak kihívások vannak, támogatás nincs. Az alapvető élménye az lesz, hogy az érzelmek csak gondot okoznak, és a közöny válik a megküzdés. Ez a sodródom az élettel, nem tervezek, nem döntök. Elkerülöm a nagy döntéseket. Ennek is két fajtája van ez a visszahúzódó, társaságban sosem szólal meg, akkor nem mondok hülyeséget, nem tudnak kinevetni, ahogy apám tette folyton. Vagy van a folyton bizonyító, bizonygató, perfekcionista. De az egyik nagyszerű motivációs előadó Brené Brown szerint a perfekcionizmus, az állandó tökéletességre törekvés tulajdonképpen a bizonytalanságunk báli ruhába öltöztetve. Ez nekem nagyon tetszik. Hogy én mindig a maximalizmusra törekszem, perfekcionizmus. Az én munkám az csak tök... Igen. Megkapargatnám, hogy mi az a belső bizonytalanság. Ami... És ne értsétek, tehát fontos az, hogy a munkánkból a legjobbat adjuk. Csak ti is találkoztatok már biztos, amikor úgy érzitek, hogy itt valami nem jól rezonál, vagy itt valami büdös. Tehát, hogy ez itt valami bizonygató. És azért bizonygatnak, hogy mégiscsak törődjenek vele. Mégiscsak fogadják el. És ezek az elkerülők ugyan vágynak a kapcsolatra, mégis félnek tőle. Mert ott megjelennek az érzelmek, és akkor azzal nem tudnak mit kezdeni, mert anyuka is olyan érzeketlen volt, olyan tisztába teszlek, menjél szépen játszani. Egyél szépen, játsszál a kisgyerekekkel. És ez olyan érdekes, hogy ez is ráadásul úgy tűnik, mint egy szép viselkedés, nem? És olyan könnyen, szépen elutasítjuk a gyermekünket. Mivel nem vagy, csak alig tudnak érzelmileg kapcsolódni, hiszen nincsenek ilyen szabad gyökeik, mert nem lettek el erre tréningezve, nem nagyon tudnak kapcsolódni, és ezért egy idő után a társ számára is nagyon nehéz lesz hozzájuk kapcsolódni. Mert hogy úgy sosem beszél az érzéseiről, sosem beszél magáról, nem veszi észre, vagy ha észreveszi, akkor megijed,
az én érzéseimet. És azt látjuk, hogy amikor a kapcsolat egy kicsit mélyülne, akkor ők hátra lépnek. És ez olyan érdekes, hogy nem tudom, hogy elmerjem-e mondani, de elmondom, most már elkezdtem, hogy itt láttam beszélgetve, meg az életben is látom, hogy sok embernél, hogy picit közelebb lépek egy beszélgetésnél, hátrébb lép. Tehát nagyon fontos, hogy és nyilván nem megyek így bele az arcába, nem erről beszélek, mert én se szeretem, de hogy úgy érzem, hogy olyan két méterről szeret beszélgetni. És érzem, hogy van valami félelme a közelebb. Úgy, már egyszerűen vagy, hogy úgy beszélget, hogy itt beszélgetünk, és így beszélget velem, kevés szemkontaktus, félretartva, mint egy picit kifordulva a beszélgetés. Ugye nem baj, de csak az a baj, ha nem veszük észre magunkon. Én annyi kapcsolati kudarcomat tudnék itt elmesélni nektek, hogy észrevettem, hogy, és ez a legfontosabb, észreveszem-e, hogy sémáim ismétlődnek. Hogy valakivel nagyon jól megy a munkakapcsolat az elején, jól elszaladt az időnk, mindjárt befejezem. Elszaladt az, nem az el. Hogy megy a kapcsolat, és mindig egy darabig jól megy a munkakapcsolat, az együttműködés, és aztán valami. És észrevettem, hogy ott én csinálok valamit rosszul. Észrevettem, hogy ha erősen mondom a véleményemet, akkor az emberek azt úgy érzik, hogy ott már diktátum, ott le akarom uralni őket. És enyhíteni kellett ott azon a technikámon, és bevezettem helyette hát ebben a kérdésben nekem az a szavazatom, hogy. És így éreztem, hogy ezzel én így jobban működöm. De észre kellett vennem, hogy ott megijednek tőlem, vagy ott hátrébb lépnek, vagy a korábban jó munkakapcsolat megtörik. Tehát ez a megoldás, hogyha ezt veszed észre, hogy nem tudsz így érzelmel kapcsolódni, akkor kezdj el olyan dolgokkal foglalkozni, ami az empatikus képességedet fejleszti. Olvas olyan könyveket, amik az érzelmi intelligenciáról szólnak. Vannak most már nagyszerű tréningek erről. Annak a működését meg lehet érteni. Hogyan? Ugye, mert az érzelmi intelligencia arról szól, hogy jobban tudok önmagammal bánni, észreveszem a típushibáimat, és azon javítunk, és ezáltal jobban tudok másokkal is, a kapcsolatban is jobban bánni. De azt tud a kapcsolatban, megint ugyanoda lyukadunk vissza, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, azt tud a kapcsolatokban jobban működni, aki már magában is jobban tudott működni. Bátorítalak benneteket, hogy ha ezt a perfekcionizmust veszed észre magadon, vagy ezt, hogy érzelmileg nehezebben tudsz kapcsolódni más emberekhez, beszélj a közeli barátaiddal erről. Kérdezd meg a legjobb barátnődet, hogy te milyennek látsz engem. Kérdezd meg többet, hogy azért ne egy vélemény legyen. Hogy látsz te engem társaságban? Kínos kérdés lehet, de nagyszerű beszélgetéseket lehet ez alapján lebonyolítani. Megint megismétlem, beszélgessetek nagyon sokat, és beszélgessetek őszintén. Ha ezt az ismerkedés során tapasztalod magadon, akkor mondd el a másiknak, hogy te magad is érzed ezt magadon. Beszélgess vele erről. Mert egyfelől az ő ijegysége elmúlik, megérti, hogy miért vagy ilyen, és lehet, hogy segíteni is tud. És az, hogy már beszélgetsz valakivel, ez már egy a saját nyomiságomról beszélgetek, ez csak egyes szám első személyben használjuk. Tehát amikor már beszélgettek a saját nyomiságomról, akkor már érzelmileg kapcsolódok. Már kitárom magamat, hogy jó oda beléphessem. Aztán, hogyha a másikon látod ezt, akkor is szóba hozhatod, de kizárólag érzések a saját én üzeneteit formájában. Hogy
azt látom, hogy mintha most egy kicsit visszaléptél volna. Nincs ezzel semmi baj, lehetne, hogy erről beszélgessünk. Ez egy egészséges visszajelzés. De ehhez bátorság kell. De megint csak mondom, láncainkat veszíthetjük csak. Úgy is el fogod veszíteni, ha erről nem beszélgettek. Akkor miért ne próbálnád meg legalább megmenteni? Még sok mindenről tudnék ezzel kapcsolatban beszélni, de lejárt az időnk. A másik szülőről való leválás hiánya, hagyjunk legközelebbre is. Befejezésül akkor azzal zárnám le, hogy ahogy láttunk, hogy van egy ilyen nagyon széles hibalistánk, vagy lehetséges hibalistánk, de fogjuk már azt fel egy óriási megnyíló térnek, ahol növekedhetünk. Hogy ez egy expanziós tér, ahol most én elkezdek ezekről gondolkodni magammal, és néhány hónap, és önmagam jobbik kiadása leszek. És elárulom, hogy nagyban fog segíteni a társkeresésben is. De addig, amíg leragadsz azon, hogy minden pasi hülye, minden nő hülye, az is. Nem fogsz fejlődni. Ezt van nehéz, ezt az újat megfordítani, kicsavarodik a csuklóm, hogy ebből ezt csináljam, és ebben is fejlődhetek, ebben is. Ebben mennyit kéne fejlődnöm. Mekkora vakfoltot fedeztem most fel magamon. Ez az igazi növekedés. Mert ugye az egyik élet úgy, hogy állandóan dühös leszek. A sok hülyére, a társamra, azért. Hát ezerszer elmondtam. De egyszer sem mondtad el úgy, hogy ez neked miért fontos. Mert te magad se értetted meg, hogy amikor folyatja a vizet, és ez téged idegesít, akkor benned az anyuka kiabálása hallatszik, hogy nem pazaroljuk a vizet, de hogyha megérted jobban magadat, hogy miért idegesít a társad, amikor folyatja a vizet, akkor jobban megismered, hogy ja, mondjuk ezt az anyukát ki is lehetne egy kicsit kapcsolni. És akkor ott egy óriási dimenzió nyílik meg. Arra buzdítalak benneteket, hogy ne tekintsétek a másikat, a hiányaitok, a betegségeitek orvoslására adatott ajándéknak. Nem arra van. Ő csupán kiegészítő társatok lesz a te életedben, segítséged lehet ő a te terheid hordozásában, ez kétségtelen, de a te harcaidat, a te munkádat, önmagaddal és a kapcsolat, a mi munkánk vonatkozásában, a kapcsolatépítés ráadásul részében nem fogod tudni áttenni ezt a melót, ezt a munkát. Nem tudod átpasszolni, és nem is lenne etikus, vagy nem lenne becsületes. Ezért jó töprengést, jó önreflexiókat kívánok nektek az elkövetkezendő hetekre, és ne felejtsétek el, hogy egy áldott, normális, jól működő, szabad élet csak szabad emberek kapcsolatából jöhet létre, Krisztus szabadságában. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!